Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a világjáró kiadó igazgatója. A műsor együttműködő partnere a világjáró utazás.hu. Melyik az a hely a világon, ahova kérdés nélkül és azonnal útnak indulnánk, ha a kezünkben nyomnának egy repülőjegyet? Persze sok ilyen van, de a Karib-szigetek a hold biztos befutó. Nem véletlenül jártunk mi is viszonylag gyakran erre felé. Gyulaten nem olyan rég voltál egy gyönyörű Karib-tengeri utazáson. Mesélj nekünk erről. Egyrészt a hajóról, mert hajózni mindig szeretünk, másrészt a szigetekről. Különleges helyekre is eljutottál. Igen, először is boldog új évet mindenkinek. És ez még ugye az év végén volt ez az út, és Miami-ból indultunk, tehát Miami-ba repültünk Budapestről, és Miami-ból szálltunk fel a hajóra. Volt egy kétnapos programunk Miami-ban, és utána hajóztunk be, és onnan volt egy hetes program, egy nagyon szép hajó, ez az Oasis of the Seas, ez a világ egyik legnagyobb hajója. Ennek a fedélzetén voltunk, és voltunk Bahamákon. Voltunk a Bahamákon két helyen igazából, az egyik volt maga Nassau a főváros, illetve utána voltunk a Key-en, ami egy nagyon különleges sziget, ez a hajótárságnak egy saját szigete. Aztán voltunk Labadín, Haitin, erről majd külön mesélek. Voltunk egy napot még Jamaikán, és úgy jöttünk vissza Miami-ba. És hát közben voltak tengeri napok, amit az ember a hajón tölt el. Hát én csak itt készülve a nézegettem képeket, egyik hely gyönyörűbb, mint a másik, tehát tényleg káprázatos homokos tengerpartok, valószerűtlenül kék tenger, gyönyörű plázok, pálmafák. Melyik volt a kedvenced? Nehéz választani, mert igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy a Karib tengeren szinte bárhova mehetsz, bármelyik szigetre, mert mindegyik tök jó. Ezek közül nekem ami a legjobban tetszett, az Labadi volt Haitén. Haitiről azt kell tudni, hogy a, a régiónak és a világnak is az egyik legszegényebb országa, és nem túl jó a közbiztonság sem, illetve nem ajánlott annyira turizmusra. Na most ehhez képest, hogy kerültünk mi oda, meg hogy kerül egy ilyen nagy hajótárság oda. A Royal caribbean van egy, ö, egy sziget része. Ez egy fél sziget tulajdonképpen, ami egy teljesen elzárt terület, tehát egy védett terület. A hajók ugye megérkeznek ide, tikötnek, és... Itt ezen a részen nem jöhet be helyi, tehát ugye le van zárva, és csak a hajóról lehet lejönni, és hogy miért tetszett ez a legjobban maga a környezet. Itt a hajíti hegyes völgyes, mögötte óriási hegyek vannak, gyönyörű dús zöld vegetáció van, és hogyha leszállsz a hajóról, akkor rögtön egymás mellett van négy-öt olyan strand, amit a képeken látsz, tehát amit így mondtál, és hát rengeteg mindent lehet csinálni a szigeten lehet, hát ugye nyilván strandolni, van a, a Karib-tengernek az egyik legnagyobb medencéje, van ö, itt, és egy csomó olyan dolog, amire az ember nem is gondol. Van egy zipline, ahol le lehet csúszni, föl lehet menni a hegy oldalba, és onnan a, az öböl fölött végig lehet csúszni egy ilyen Rotkötélpályán lehet jetskizni, lehet fürödni, lehet buvárkodni, és nagyon szép a környezet. Itt például mi elmentünk egy katamarán túrára, ahol elhajókáztunk Haiti partjai mellett. Ugye itt már látsz helyi falut is, egész közel mentünk helyi falvakhoz. Nem köt ki a hajó, ez a katamarán nem kötött ki, mert mondom még egyszer, hogy nem annyira turista barát Haiti, viszont a környezet, a hegyek az gyönyörű szép, tehát ez tényleg nagyon, nagyon mesés, és hát maga az a rész, amit fel tudsz fedezni, az olyan igazi karib Tehát itt van négy vagy öt olyan különlegesen szép öböl, ahol csak fotózol, és fölteszed a fotót a Facebookra, és mindenki utál. <laughs> Induljunk egy kicsit vissza az elejére, ugye Miami-ból indultatok, az azt jelenti, hogy miami is van egy kis idő körülnézni. Mire van ilyenkor egyáltalán lehetőség a hajó indulása előtt? Hát ugye attól függ, mennyi időt vagy ott Miami-ban, mi két éjszakát voltunk. Ugye ez, amikor mi voltunk, ez a Black Friday időszak volt, ami azt jelenti, hogy mindenki vásárol, nagyon sok üzletben nagyon komoly kedvezmények is voltak. Úgyhogy ez a túra ez egy picit erre épült. Volt benne egy természetesen egy félnapos városnézésünk busszal, sétával, stb. Felfedeztük ugye Miami Beach-et, felfedeztük a Miami felhőkarcolós részét, elmentünk a Coral gable -höz, tehát mondjuk úgy, az elegánsabb részeket is megnéztük Miami-ba, megálltunk a kikötőbe, lehetett vásárolni, és akkor délután meg este szabad program volt, és a, a South Beach-en, tehát ott Miami déli részén, Miami Beach déli részén a, a bevásárló utcákat vette célba a társaság, és mindenki szép nagy csomagokkal tért vissza. Már a az út elején. Már az út elején. <laughs> igen. Amiket még fel kellett cipelni a hajóra. Így van, tehát valaki úgy jött, hogy hozott egy plusz bőrrendőt. <laughs> Előre <előrelátva gül> mit, mit Lehet, Valaki igen, ott mit, mit vettek az emberek? Mindent, tehát, mindent is. Ő... Figyelj, cipőt, Mi az a miért cipőket, érdemes. ruhát, ruhákat. És valóban annyival olcsóbb, vagy akkor a választék? Igen, nem, a választék az mindig nagy, de valóban annyival olcsóbb. Uh -huh. Tehát, hogy volt ahol 50%-os leértékelés volt. De Magyarországhoz képest mondjuk, vagy a régióhoz képest? Amúgy sem képest. drága Magyarországhoz képest uh -huh. az amerikai, Árszínvonal, és hogyha mondjuk egy, most mondok egy példát, az egyik ö, utastársunk nagy Nike cipőrajongó volt, övet három ilyen nagy Nike cipőt fele áron, mint amennyit itt Európában meg tudja venni úgyhogy ő három pár cipővel tért haza, meg még ki tudja, mit vett, de ez az, amit tudok. Uh -huh. És ilyenkor Igazából azért lehet ezért vásárolni. Indultál. Hát nem, de, ilyenkor, de azért lehet ilyenkor vásárolni. Igen. Hát a karib-tenger utazást akkor össze lehet kötni egy kellemes Igen, ez pont így, pont így, volt kitalálva, mert a karib-tengeren már nem vásárolsz. Tehát ott, mikor kiszállsz, akkor nem vásárolsz, akkor ott már maximum hűtőmágnest, vagy jamaikás pólót, meg bizból sapkát. hát illetve a hajón azért leszel. igen, nem? Vagy a hajó árfekvés egészen Az más. nem, a hajó az megint egy másik tészta, ott persze ott is lehet vásárolni, az ugye amiért a hajón szoktak vásárolni, az az, hogy duty free, tehát hogy vámmentes. Ott ugye órák, ékszerek, ilyesmik, amiket szoktak vásárolni, ott is lehet azért egy-két ruhát is, de azért az nem, nem az a választék. Úgyhogy ami első két napja az erről szólt, hogy egy kis városnézés, egy kis vásárlás, és akkor utána felszálltunk a hajóra. No, akkor ki hajóztatok Miami-ból? Az első állomás? Az első a Bahamák volt, és Bahamákon a Nassau-ba álltunk meg. Ugye nagyon sok sziget van, a főváros az Nassau, itt köt ki a hajó, itt van egy óriási nagy hajókikötő, és hát számtalan programot lehet csinálni. Ugye itt a leghíresebb attrakció az az Atlantis, az eredeti Atlantis szálloda, Ahová el lehet menni, amelynek van egy óriási kaszinója, aminek van egy gyönyörű jackhikötője, amit meg lehet nézni, fel lehet fedezni, és mellette, ha valaki nem ott lakik, akkor nyilván nem az Atlantis strandján hanem a mellette lévő gyönyörű, szép homokos strandon lehet eltölteni mondjuk egy délutánt. Ez is egy program. Ezen kívül számtalan programot szerveznek, katamarános kirándulás, hajókirándulás, mi egy kis szigetre kirándultunk át hajóval, aminek az volt a lényege, hogy végig a gyakorlatilag nassau öbölben, és láttuk az egész várost egyik oldalon, másik oldalon pedig láttuk azokat a villákat, amelyek közül jó néhány világsztárnak a villája, például a Gatesnek láttuk a villáját, és azt a területet, amihez hozzá tartozik, de ugyanígy kosárlabdasztárok, tehát ilyen amerikai sztároknak a villáit lehet látni, és akkor a Hajóna kis helyi srác az mindegyik, mindegyik előtt elmondja, hogy ez kié, ez kié volt, ez most kié, mi mennyibe került, hány millió dollár, és így tovább. Tehát az ember így rájön, hogy mennyire szegény, amikor itt végig végighajózik. Hm. És akkor onnan mi áthajóztunk egy privát szigetre. A privát sziget egyébként Eddie Murphy-é volt korábban, tehát hogy csak az is egy érdekesség, de ő már eladta, valami német tulajdonosi körbe van most a sziget, és ez a sziget, ez egy kifejezetten ilyen, turista sziget, ami azt jelenti, hogy bérelhetsz egy napra, oda be tudsz fizetni, és akkor ott lehetsz egy napot. Több nagyon szép strandja van, van egy kis világítótorony rajta, a világítótorony tövébe van az étterem, itt ilyen barbecue étterem van. Helyi rumot, helyi alkoholt lehet fogyasztani, lehet kokusztejet inni, és hát a, a szigetnek több strandja van, mindenhol szól a zene, ilyen igazi karibi hangulat van, vannak ilyen beachbárok, úgyhogy elég jól lehet tölteni az időt, lehet buvárkodni, én megkezdtem buvárkodni, és elúsztáltam egy olyan részre, amit utólag rám szóltak, hogy nem lehet, nem tudom miért, de az, az private, azt mondták, hogy az privát rész. Ott volt a vízben egy kis Cessna repülőgépnek a roncsa, meg volt egy kis hajóroncs, tehát hogy elég érdekes volt, de a nagy buvárkodás a másik oldalon ment, mert ott meg volt egy picike kis ilyen korál szírt, és ott nagyon sok hal volt. Tehát ott különbe lehetett fizetni még 25 dollárért egy ilyen extra buvárkodásra is. Tehát egy ilyen uh, teljes napot el lehet itt tölteni, ebéddel, koktélokkal, fürdéssel, buvárkodással, és utána az ember olyan négy óra magasságába visszaszáll a hajóra, és akkor a hajó megy tovább. Ezek a magánszigetek egyébként manapság nagyon tényleg divatos úti célok. Tényleg nyújt ez annyival többet, mint az eddigi Páblik strandok nyaralóhelye. Más, teljesen Vagy más. miért? Tehát ez egy különleges destinációnak számít, hogy valakinek a magánszigetére tudunk utazni. Ez eddig nem nagyon volt, ugye ezek elzárt területek voltak. Most Igen, nem most érség a érség most, a, most a Karib van. több ilyen, tehát hogy a nagy hajótársaságok több ilyen szigetet megvettek. És ugye a másik nap, a következő nap mentünk erre a kokokére, ami szintén a Bahamákhoz tartozik. Ugye a Kokoké az egy óriási nagy sziget, ennek is van több strandja, és ezt a Royal Caribbean hajótársaság ezt úgy felfejlesztette, hogy egy óriási nagy csúszdapark van benne, a Karib-tenger leghosszabb csúszdájával például. A Karib-tenger legnagyobb medencéje úgy hirdetik, van egy óriási nagy medence, egy óriási nagy beach barral, ahol elképesztő hangulatban táncolnak az emberek a vízbe. És emellett mondjuk nyilván én úgy voltam, hogy én nem ott standoltam, hanem a karib tenger, tehát hogy a homokba, de van vagy hat vagy hét gyönyörű szép homokos partja. És itt ebben az a a különleges, hogy leszállsz a hajóról, és gyakorlatilag, hogyha csak a hajókártyádat viszed le, akkor is el tudsz lenni, nem kell fizetni sehol, hanem a hajókártyádra, úgy, mint a hajón, a bárba kapsz inni, kapsz enni az étel, az ugye ott a lenti éttermekben ingyen van, ugyanúgy, mint a hajón. Ha pedig van italcsomagod, ugye, amit mondjuk a hajón megvettél, akkor csak lehúzod a kártyádat, és hozzák neked a koktélokat. Ha meg nincs italcsomagod, akkor is a kártyádra terhelik, tehát hogy nem kell semmit csinálni. Van egy-két ilyen helyi szuvenírbolt, ott ö, egyedül, ahol nem fogadták el a hajókártyát, és ha valaki akar venni, mit tudom én, egy kokokélyes pólót, akkor ahhoz dollár kellett, de amúgy, ha leszállsz pénz nélkül, egész nap tudsz enni, inni a szigeten. Tehát ebbe ez a különleges, hogy egy ilyen nagyon komfortos élmény, nem kell foglalkozni azzal, hogy hova megyek, milyen strandot, vagy most autót bérelek, vagy kirándulásra, nincs semmi, lesétálsz, vannak a szigeten ilyen kis ö, golfautók, amivel visznek, tehát az egyik strandról a másikra, még ha gyalogolni se akarsz, akkor is körbevisznek. Karibi hangulat, mindenhol zenekarok vannak, és nagyon-nagyon hangulatos. Ugyanilyen az előbb már említett Labidi, Haitin, az ugyanez a koncepció, csak az nem egy sziget, hanem a nagy Haiti szigetnek a félszigete, és ott egy jó pár strand. Kíváncsi lennék, hányan szeretnének, vagy oldják azt meg, hogy ott ragadjanak a szigeten, és tovább menjen a hajó. Itt szólnak, hogy mikor kell visszaszállni a hajóra. Így van, persze. Persze, tehát azért terelik a népeket. Uh -huh. Uh -huh. Az az igazság, hogy mindig azt, mikor leszálltunk, akkor az volt, hogy Úristen, háromkor már vissza kell menni a hajóra, hogy Úristen, de kevés idő van, hát kilenckor lejövünk, bőven elég. Tehát a, már, már előbb visszament általában mindenki, mert már azért elfárad annyit, nem, tehát a strandon vagy süt a nap meleg van, de visszaterelik. Tehát ez azért is jó, mert itt biztos, hogy nem tudsz ott ragadni. Még mondjuk, ha kireknak egy, egy olyan szigeten, ahol te egyedül elkezdesz csavarogni, azért akkor benne van a veszély abba, hogy lekésed a hajót, mert a hajó nem vár. Tehát azért azt az mindig meg kell nézni a leszállásnál egy ilyen hajóúton, mindig ki van írva, mikor leszállunk, hogy mikor kell visszaérni a fedélzetre. Mindig külön ki van írva, hogy négykor indul a hajó, akkor háromkor kell a fedélzeten lenni és ezt érdemes megnézni. Egyáltalán van lehetőség arra, hogy ilyen helyeken, hogyha kiszállsz, akkor mást is megnéz, amire esetleg kíváncsi vagy, vagy annyira elkápráztat a, az adott program és a, a, szervezet? Hát ezeknél a szigeteknél nincs más, tehát a, ezeknél a helyeknél nincs. De tehát nem mondjuk, is érdemes mondjuk modébb menni két el, nem látunk itt olyat, nem is ami... Tehát ezeknél a szigeteknél nem tudsz. De ha mikor megérkezel Jamaikára, vagy Antigvár, vagy más szigetekre, vagy Puerto rico hát ott 500 ezer program van. Választhatsz a hajón is már, előre foglalhatsz hajós programot, tehát a hajótárság által szervezett programot, ilyenkor idegenvezetőt kapsz, ilyenkor buszvár szervezett programja, amelyikán egyébként egy ilyen programmal voltunk. Ugye ennek az a nagy előnye, hogy ez a hajótárság által szervezett program, itt egész biztos, hogy nem maradsz le a hajóról. De ugyanúgy, ha leszállsz a hajóról, akkor ott te saját magad csavarok Tehát elég valaki nem is megy messze a hajótól, csak a kikötőbe van, vagy ott egy helyi emberrel szervez valami túrát, vagy egy helyi utazásirodával, irodával, de ott akkor arra figyelni kell, hogy visszaérjen a hajó indulásáig. Akkor, amikor egy hajóra jegyet váltunk, és felszállunk, akkor nincs is adott program bennem, a csomagban? Mindig mi állítjuk össze azt, hogy melyik nap, melyik szigeten, hova, milyen programra szeretnénk menni? Ugye a hajónak van egy, egy programja, ami bele van írva, hogy melyik nap hova érkezel, és azon belül, hogy te ott mit csinálsz, az már rád van bízva. És ezt így általában az út elején érdemes lefixálni, bejelentkezni Ezekre, vagy inkább napról napra döntjük el, hogy hova mennénk. A hajón lévő kirándulásokat, azokat már nem, hogy a hajón, hanem már hetekkel előtte érdemes uh -huh. lefoglalni, ugyanis elfogynak a helyek. De mondjuk tényleg egy szigeten, vagy egy megállónál legalább 25-30 féle kirándulás van. Tehát van városnéző, vásárló, rumkostolós, raftingolós, ilyen partra elvisznek, vízeséshez és partra, és tehát akkor ezeket ezek kombinálva. Itthon, itthon eldöntjük. Ezeket látod a hajótárság honlapján, applikáció van, azon látod, és akkor ezeket előre le lehet foglalni. Ki is lehet fizetni, ott helyszínen is lehet, tehát a hajón is van egy, úgy hívják a Shore Excursion, az a kirándulási pult, oda tudsz menni, meg tudod mondani, hogy jó, én akkor a harmadik napon, amikor Jamaikára megérkezünk, akkor szeretnék So, vagy Ide, van vagy van hely, elmeni, vagy ha van hely, hely, akkor van uh -huh. hely, ha nincs, nincs, akkor mondják, hogy melyikre van, és akkor ott is be tudsz fizetni. Nagyon sokan, akik már rutinosabb hajósok, azok előre kiválasztják a legjobb programokat, de az előre az hónapokkal előre. Uh -huh. Ugye általában egy ilyen hajóutat nem egy héttel előtte foglalsz. Sőt, hát nagyon érdekes, most már 24-et írunk, de már 25-re is foglalnak hajóutakat. Uh -huh. Tehát, hogy a hajó foglalás az nagyon előre megy, amerikaiak nagyon korán foglalnak Pont azért, hogy jó útra, jó kabinba, jó programra tudjanak menni. Úgyhogy amikor már visszaállt a COVID után ez a hajós turizmus, akkor visszaáll ez is, hogy nagyon előre kell foglalni. Tehát már most a nyári hajóutak nagyon tele vannak. Uh -huh. Na menjünk egy kicsit tovább, mit elvesztünk a praktikus részletekben, ami nagyon izgalmas, megérdekes, hiszen ezek majdnem minden hajóútra vonatkoznak. De menjünk tovább, hogy itt a Karib térségben még, még hol szálltatok ki, hol volt olyan. Még uh, Jamaika volt ugye egy megálló. Jamaika egy óriási nagy sziget, és az, az igazság, hogy egy ilyen hajó már alkalmával nem tudod felfedezni. Tehát ugye egy napod van rá, az egy nap is úgy néz ki, hogy mondjuk idő után három-négyig. Tehát ez csak inkább arra jó, hogy kimész és egy strandot élvezzél. Ugye attól függ, Jamaikán is három kikötőbe is megállnak a hajók, Montego Bay-be, több helyen is meg lehet állni. Ugye itt különböző programok vannak, az egyik legjellemzőbb ez a Dance River Fall, ez egy vízesés, ahol elviszik a turistákat, és az egy ilyen erdőben, egy jó párás környezetben egy kis vízesés, és abba föl lehet gyalogolni a tetejére jó sok turistával illetve amiket itt szervezni szoktak hajókirándulást, tehát ilyen katamarános túrák, rumkostoló jamaikán. Milyen Aztán... a jamaikai rum? Hát olyan jó erős. <laughs> <laughs> a jó erős. Aztán buvárkodást szoktak itt is szervezni, buvárkodós hajókirándulást, és akkor vannak kifejezetten ilyen beach klubok, amik ilyen gyönyörű szép karibi homokos tengerpart, és akkor ott egy pár órát el tudsz tölteni, oda kivisznek busszal, szervezetten, és utána, hogyha ott megkóstoltad a helyi rumot, kicsit megpróbáltad átélni a, a jamaikai életérzést, mindenhol megy a zene, a raszt a zene, akkor utána visszavisznek a kikötőbe, és akkor a kikötőben eleve úgy van kialakítva, hogy rengeteg ilyen kis üzlet van, ahol mindenféle jamaikai szuvenírt tudja vásárolni, ott is szól a jamaikai zene, vannak zenekarok, tehát ilyen nagy pesgő élet van, és úgy szállsz vissza a hajóra. De mennyire ahogy, autentikus ah, még ez a regi hangulat jamaikán, vagy mennyire? Az, az, ott abszolút élő, tehát a rastafári, a vallás, meg ez az egész, az ott él. Persze az a lakosságnak csak azt hiszem 5 vagy 7 százaléka ilyen rastafári, az igazi, aki vallás. Ugye ez egy etióp király volt, és onnan ered az egész ez egy vallás ott, tehát igazából nem szekta, hanem egy vallás, és sokan azt szerint élnek, de inkább ez egy életérzés, tehát ez a laza szét ne essünk, megy ez a regizene, egy kis hüves cigi, egy kis ez, egy kis az, tehát ez azért működik. Ez azért nagyon működik, nagyon lehet látni a sok olyan helyit, aki, aki látszik, hogy hát be van szívva, vagy nem tiszta, és a kikötőbe is, meg a, amikor megálltunk egy-két helyen, ott is, ott is lehetett látni. És akkor érdekesség, hogy a kikötőbe például ülnek ilyen helyi asszonyok, akik nem tudom hány dollárért befonják a hajadat ilyen a frizurára, úgyhogy például utasaink közül hárman is úgy jöttek föl, hogy utána még három napig ilyen a frizurába <laughs> voltak. Jól van, telik az időnk, ma Jamaika után hol álltatok meg? Jamaika után jöttünk vissza, uh -huh. volt tengeri napunk, és jöttünk már vissza. Ugye itt, amiről érdemes beszélni, hogy itt tengeri napon mit lehet csinálni, mert valaki azt gondolja, nöbben, akik még nem voltak hajón, hogy hát ez unalmas, ilyenkor mit csinál az ember a hajón. Na most egy ekkora hajón nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, hanem hogy van -e egy hét alatt annyi időt, hogy mindent felfedezel. Negyedik, ötödik nap beszélgettem úgy utastársakkal, hogy még például egy hajónak egy nagy részén nem voltak. És itt volt, ja, ott még nem voltunk. Voltatok már a vízisón, van egy vízisó, hát ott ma, ma, nézzük meg. És láttátok már a korcsolya sót, mert van egy, van egy jégrevű is. Ja nem, korcsolyázni voltatok? Nem, még az se. Tehát, hogy inkább az a kérdés, hogy mi az, a mit csinálsz, mi az, amit nem csinálsz. Ugye ez egy akkora hajó, hogy ezen a hajón lehet vízi szörfözni, tanítanak. Van rajta egy ziplány, van rajta egy drótkötélpálya, ahol a felső fedélzeten, a hátsó felső fedélzeten átcsúszhatsz a másik oldalra. Van rajta minigolf, sportpályák, falmászás, csúszdák. Jég, jégkorcsolyapálya, csúzdák, így van, medencék, akkor uh, mi van még hátul? Van egy óriási vízi színház, aminek az előadása, állítom, hogy az világszínvonal, az egy olyan előadás, hogy van egy olyan színpad, amin víz van, szökőkút, és az egyik percben úgy táncolnak a színpadon, hogy bokáig ér a víz, és a másik percben 30 méteres toronyból beleugrik két srác. És akkor már legalább 5-6 méternek kell lenni, és ez közben átváltozik. És mindezt egy ilyen káprázatos zenével, fényekkel összekötött egyórás show van, és akkor ott van még a klasszikus színház, a több ezer ö, személyes színház, a, ahol Broadway szintű előadást kapsz, tehát, hogy az is, és akkor ott vannak még a kulináris élmények, tehát a, a nagy éttermek, a speciális éttermek, nehéz ez, na egy ekkora hajón mindent kipróbálni. A hajó központi része a promenád, a sétány, a belső sétány, az olyan nagy, hogy ott, ott szoktak bulikat rendezni, tehát ott vannak este felvonulások, amikor elindul a hajók, van egy nyitó ünnepség, amikor 5000 lufit leengednek, és akkor az emberek lukaszgatják ki a lufikat, tehát ilyen óriási nagy hangulat van, közben szól a zene, úgyhogy, a hajó az nem egy unalmas utazás. Lehet hát ezzel sajnos Gyulán ki is kell kapcsoljuk a gombot, mert nem <kül> tudunk többet, <kül> több mesét hallgatni tőle. Hát egyébként csak gyorsan egy mondatban, hát ez is a magyarázat annak, hogy ennyire elképesztően népszerűek a hajóutak, hiszen itt reggeltől estig éjszakai programokkal, esti programokkal, reggeli programokkal nagyon sok mindent csinálhatunk, igazából alig van időnk aludni. Úgyhogy reméljük, hogy tudtunk egy kicsit több kedvet csinálni karibhoz, bár ahhoz nagyon nem kell. Ez volt a mai világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden, Mi itt leszünk és mesélünk tovább. Ez volt a világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin! Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. Az adás visszahallgatható a www.trendefen.hu oldalon. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.